Megszűnik az ügynökség. Közgyűlési határozat született arról, hogy az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével kapcsolatos ügyekben a megyei közgyűlés elnöke járhat el. Tudatos vásárlás. Érdemes tudni, hogy hibátlan terméket nem köteles visszavenni a kereskedő, viszont a hibás árucikkeket 3 napig ki lehet cserélni. Segítség a rászorulóknak. Több mint 30 millió forintot különített el idén Újfehértó városa szociális támogatásokra. Közgyűlési határozat született arról, hogy az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével kapcsolatos ügyekben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke járhat el. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Sesznák Oszkár elnök elmondta, az ügynökség jogutód nélküli megszűnésével és végelszámolásával kapcsolatosan az elsődleges cél, hogy a tulajdonosok terhére többletkötelezettség ne keletkezzen. Lehetőség szerint ne a megyei önkormányzatok állják a megszüntetéssel kapcsolatos költségeket, hanem az állam. Napirend előtti felszólalásában a Fidesz-KDNP frakció vezetője a 2007-2013-as uniós programozási időszakról szólt. Lipők Sándor kiemelte, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a megítélt támogatási összeg 527 milliárd forint, ebből már több mint 506 milliárd forintot kifizettek. Szintén napirend előtti felszólalásában a jobbikos Földi István a megyei tömegközlekedésről szólt. A megye közlekedését, hogyha vizsgáljuk, a megye két nagyobb települése, ugye a két legnagyobb városa, Nyíregyháza és Mátészalka közötti problémákról beszéltem a mai napi rendelőtti felszólalásomban, aminek a lényege az, hogy a hétvégét érintően nagyon nehéz a közlekedés ugye a két település között és a közötte lévő településeken, amelyre a javaslatomat téve pártpolitikán kívül kértem a megyei közgyűlés és a elnökét, hogy mi hamarabbi ugye erről lépést tegyünk ennek a problémának a megszüntetésére, aminek a következménye az lett, amit nagyon szépen köszönöm az elnök úrnak is, hogy a 2016-os üléstervre ugye ezt be is vették. Reméljük, mi hamarabb megoldódik ez a súlyos probléma. A közgyűlésen elhangzott, megszűnik az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség közhasznú non-profit korlátolt felelősségű társaság. A közgyűlési elnök televíziónknak elmondta, az ügynökség betöltötte azt a küldetést, amiért létrejött. Már nincsenek regionális fejlesztési programok, hiszen többek között a terület- és településfejlesztési operatív program is megyei alapon szerveződik. A megszüntetéssel kapcsolatos aggályokat tárgyaltam elég hosszasan valóban a közgyűlés, komoly pénzügyi kérdések merülnek fel, hogy a végső soron a tulajdonosok, a megyei önkormányzatok vagy az állam állja a megszüntetéssel kapcsolatos minden költséget. Arra igyekszünk, azzal teszünk, arra irányul minden igyekezetünk a megyei közgyűlések részéről, a Szabolcs megyei közgyűlés, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés részéről is, hogy az utolsó fillérig a fenntartó, illetve bocsánat, a SLA szerződés birtokosa az állam fizessen ki minden egyes fillért ez ügyben. Tehát a tulajdonosoknak legyen olyan kötelezettségük, amiért nekik kellene aztán majd néhány hónap múlva jót állni. A regionális fejlesztési ügynökséggel kapcsolatosan Helmeci László képviselő is szólt a közgyűlésen. Nekünk az a feladatunk a megyébe ezután, hogy egy saját ügynökséggel dolgozzuk ki azokat a pályázatokat, azokat a feladatokat, amelyek a megyének, a megfelelő vállalkozóknak megfelelő hasznot fogják hajtani. Mi az akkori megyei vezetés nagyon ellenezte az Észak-Alföldi régió felállítását régióról. Ma már úgy tűnik, hogy nekünk van igazunk, hogy talán a 1000 éves bármilyen rendszerbe kell gondolkozni ismét, saját ügynökségbe, stb. Persze most nem akarom én ezt elviccelni, hiszen ott emberek sorsáról van szó, tehát ezt a végelszámolás körében majd igyekezni fogunk úgy megoldani, hogy ez azért zökkenőmentes legyen, de minden esetre ez a munkaszervezet az Észak-Alföldi régiónak, mi 3 megyés volt, ez fog megszűnni. A közgyűlésen foglalkoztak a megyei önkormányzat rendkívüli támogatása jogcímen benyújtott pályázati eredményéről is. Az MSZP-s Veres János kiemelte, idén nyáron 65 millió forintos igényt nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, és mindössze 24 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült decemberben.
megyénként átlagot kapott Szabolcs-Szatmár-Meleg, hiszen 500 millió forint áll rendelkezésre a költségvetésben erre a célra, hogyha azt megnézzük, hogy a megyék között ha szétosztják arányosan, akkor lényegében a 24 millió forint, az pontosan egy átlagos mérték a mi megyénknek, amit kapott, és én azt gondolom, hogy egyrészt a megye nagysága, másrészt a megyének a hátrányos helyzete indokoltá teszi azt, hogy ne ennyi összeget, hanem ettől nagyobb összeget kapjon Szabolcs-Szatmár-Meleg megye. Ilyen értelemben az összeget én keveseltem, és úgy gondolom, hogy vagy lobby hiány, vagy valami más ok játszott abban szerepet, hogy a mi megyénk a 65-tel szemben 24 millió forintot kapott ebben az évben kiegészítést. A közgyűlésen elhangzott, a testület december 22-ig 5 rendes és 1 rendkívüli ülést tartott. A testület ülésein 82 napirendi pontot tárgyaltak meg, 9 rendeletet alkotott és módosított a közgyűlés, és 64 határozatot hozott. A közgyűlés elfogadta a 2016. évi üléstervet is, ennek alapján a következő ülést februárban tartják. Javában tart az ünnepi készülődés, aminek a karácsonyi vásárlás is része. Érdemes tudni, hogy hibátlan terméket nem köteles visszavenni a kereskedő, viszont a hibás árucikkeket 3 napig ki lehet cserélni. Az internetes vásárlásnál pedig 14 napig elállhat a vevő. Nem jó a méret, nem jó a szín, és meg annyi probléma előfordulhat a karácsonyi ajándékok megvásárlása kapcsán. Lényeges, hogy ha a termék hibátlan, de nem tetszik, vagy nem jó a méret, a blokkjára írják rá, ha a kereskedő hajlandó visszacserélni az árucikket, ugyanis hibátlan árucik esetén nem kötelező a csere. Előfordulhat az is, hogy ilyenkor nem üzletekben, hanem piacokon vagy karácsonyi vásárokban vesszük meg az ajándékot, amit mindig ki kell próbálni a helyszínen. Jó tudni, hogy a hibás termékek esetén a szavatossági igények érvényesíthetők. Létezik az úgynevezett 3 napos csereszabály, amikor is 72 órán belül a termék kicserélhető. Előfordul, hogy egy-egy nagyobb értékű ajándékot hitelre szeretnénk megvenni, érdemes figyelni a hitelfeltételekre is. Amikor most karácsonykor úgy tűnik, hogy kecsegtető ajánlat, az később esetleg évekig fogjuk fizetni, és százszor megbánjuk azt, hogy hitelből vásároltunk. Nyilván vannak olyan árucikkek, amelyek olyan nagy értékűek, hogy csak hitelből tudjuk megvásárolni, ez természetes, de kisebb értékű dolgokat inkább ne hitelből vásároljunk. A karácsonyfa alá kerülő ajándékot rendelhetjük az internetről is, hiszen az online kereskedelem virágkorát éljük, de győződjünk meg arról, honnan szerezzük be a terméket. Mindenképpen nézzük meg, hogy a felületen megtalálható-e az egyéb elérhetősége. Abban az esetben, ha panaszunk van, akkor hogyan tudunk eznek érvényt szerezni, valamint akármennyire is kellemetlen, olvassuk el az általános szerződési feltételeket, hiszen be kell kattintanunk egy kis négyzetbe, hogy azt tudomásul vettük, ugyanis abban vannak benne azok a úgynevezett apró betűs részek, amik alapján tudjuk, hogy hogyan kell eljárnunk, ha panaszunk van, de ebben az esetben a legfontosabb tudnivaló az, hogy itt 14 napos, tehát naptári napos elállási lehetőségünk van, amelyet abban az esetben is gyakorolhatjuk, hogyha nem hibás a termék. Akár az interneten vásárolunk, akár külföldön, ha az Európai Unión belüli kereskedéstől vettük a terméket, akkor az európai jogszabályok szerint védhető a fogyasztó. Nem érdemes arról sem megfeledkezni, hogy kifogással a békéltető testülethez lehet fordulni. A kormány ősszel elfogadott törvényei nagy mértékben segítették Magyarország védelmét és fejlődését, hangzott el a Fidesz nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A betelepítési kvóta ellen már 1 millió 800 ezer aláírást sikerült a kormánypártnak összegyűjteni, közölte Simon Miklós országgyűlési képviselő. A politikus elmondta továbbá, az ország gazdasági mutatói is javultak, amihez hozzájárul, hogy 2010-hez képest 550 ezer emberrel többen dolgoznak Magyarországon. Vinnai Győző hozzátette, az új törvények a családok helyzetét is segítették. A családok megerősítésére egy új otthonteremtési kedvezményt alakított ki a kormány. Idén júliusban a CSOK, a családi otthonteremtési kedvezmény már elindult, és most a 3 gyerekesek számára, akik vállalnak 3 gyereket 10 éven belül, vagy van már 3 gyerekük is, új lakást építenek, 10 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapnak, emellett 10 millió forintig 25 éves futamidővel kedvezményes
lakáshitelt vetnek föl, és a legújabb pedig, hogy a lakásáfát csökkentettük 27%-ról 5%-re. Pontosabban január 1-én indul ez is, a részletek majd most fognak kiderülni, de szerintem a folyamatban lévő lakásépítéseknél ezt igénybe lehet venni, mert aki magánerős építkezésben építi föl az új lakását, az 5 millió forintig igénybe veheti az áfa kedvezményt. Több mint 30 millió forintot különített el idén Újfehértó városa szociális támogatásokra. A rászoruló gyermekes családok az iskola kezdés előtt és novemberben is segítséget kaptak az önkormányzattól. A 65 év felettieknek pedig lakhatási támogatást biztosítanak a karácsony előtti időszakban. A támogatási összegeket alkalmanként 3500 és 11000 forint között állapították meg. 2015-ben az Újfehértón élők többször is kaphattak támogatásokat az önkormányzattól, ezzel a rászoruló gyermekes családoknak és a 65 év felettieknek nyújtottak segítséget, összesen több mint 30 millió forintot fordított ezekre a kiadásokra a város. Amikor elfogadtuk a 2015 évi költségvetést, akkor döntött a képviselőtestület a rendszeres, illetve rendkívüli települési támogatásoknak a bevezetéséről. Évközben pályázati lehetőségünk volt többletforrás igénylésére, és amikor ez a többletforrást megkaptuk, úgy döntött a képviselőtestület, hogy a beiskolázáshoz a Újfehértón állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező gyerekeknek 0-tól 18 éves korig egyszeri támogatást nyújt. Ennek az összege azok számára, akik nem kapják a rendszeres gyermeknevelési támogatást, 6000 forint volt. Azok, akiknek jár a rendszeres gyermeknevelési támogatás, az Erzsébet utalványos kiegészítés mellett 4000 forintot kaptak a többletforrásból. Egy újabb körben, novemberben ismét iskoláztatási támogatást tudtak nyújtani az újfehértói lakosoknak, ekkor már a gyermeknevelési támogatásban részesülők 3500 forintot, míg a kedvezményben nem részesülők újabb 6000 forintot kaptak. Az első kifizetés több mint 1800 gyereket érintett, összesen 9,5 millió forint értékben, míg a második ütemben már 1900 gyereknek tudtak segíteni közel 10 millió forintból. A gyermekes családokon túl az idősek lakhatásához kapcsolódó támogatására is költ az önkormányzat az év végén. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos abból a szempontból, hogy itt a karácsonyi ünnepek környékén azért pici könnyebbséget tudjunk bevinni ezeknek a családoknak az életébe. A 65 év felettiek egy egyszeri segítséget kapnak az önkormányzattól decemberben, ez az összeg háztartásonként 11000 forint, aminek a keretösszege mintegy 12 millió forint. Karácsony közelettével minden évben állatstoppot hirdetnek az állatvédők, sajnos mint hiába. Az Állatbarát Alapítvánnyal készült tudósításunkat hamarosan láthatják, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Győzött idei utolsó meccsén a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az amatőr nemzeti bajnokság 12. fordulójában lejátszott mérkőzésen 95-68-ra verte a Diósgyőr második csapatát. A címvédő újfehértói Királygold csapatának győzelmével zárult a 4. Szabolcs Takarék Karácsony Kupa kispályás foci torna. Karácsony közelettével minden évben állatstoppot hirdetnek az állatvédők, sajnos mind hiába. Évről évre egyre többen vásárolnak ajándékba kutyát, macskát gyermekeiknek. Az Állatbarát Alapítvány arra kéri az örökbefogadókat, hogy alaposan gondolják át döntésüket, hiszen egy állat befogadása nem néhány hétre, jó esetben 15-20 évre szól. Hiába a figyelmeztetés, valószínűleg idén karácsonykor is sokan vásárolnak élő állatot, jellemzően kutyát vagy cicát ajándékba. Az új jövevény iránti kezdeti lelkesedés azonban a tapasztalatok szerint az ünnepek után hamar alábbhagy. Végül szegény állat, vagy egy menhelyen, vagy rosszabb esetben az utcán végzi, ahol étlen szomjan a hidegben túlélési esélyei a minimálisra csökkennek. Az állatvédők arra hívják fel a figyelmet, hogy bármennyire is romantikus és felemelő a gondolat, hogy egy kis négylábú élőlényt ajándékozzunk szeretteinknek, mégis próbáljuk ezt a kérdést racionálisan átgondolni. Nem javasoljuk, hogy karácsonyra kis állatot ajándékozzunk szeretteinknek, hiszen egy felelősségteljes döntésről van szó, amely meghatározza nem csak a
új kis kedvenc életét, hanem a miénket is legalább 15-20 évre jó esetben. Főleg a kölyök állatok nagyon cukik, aranyosak, ahogy a karácsonyfa alatt játszanak és rohangálnak, de egy idő után rengeteg kárt tudnak tenni a lakásban, hiszen rágcsálnak, játszanak, szétszednek mindent, a dolgukat is sokkal gyakrabban végzik, rendszeresebben kell őket sétáltatni, vinni, szabadba kivinni, és nagyon sok időt kell fordítani a nevelésükre, oktatásukra, hiszen ők még most tanulják, hogyan kell beilleszkedni az új otthonukba, új élet az új családjukba. Amennyiben alaposan megfontoltuk, és mégis amellett döntünk, hogy kutyus vagy cicus lesz a fa alatt, ne feledjük, hogy a befogadott kedvenc nem csak egy háromnapos vagy szezonális csoda, hanem gazdájaként a mi feladatunk, hogy egészséges és teljes életet biztosítsunk számára. 65 résztvevője volt az Esélyt az Ifjúságnak alapítvány által meghirdetett karácsonyi rajzpályázatnak. A beérkezett munkákat ma délután díjazta a szervezet a Sóstói Múzeumfaluban. A gyerekeket a karácsonyi ünnepségen kézműves foglalkozással és arcfestéssel várták a szervezők. Ezek azok a rajzok, amiket a gyerekek készítettek az Esélyt az Ifjúságnak alapítvány felhívására. A karácsonyi rajzversenyre összesen 65 pályamunka érkezett, az alkotókat a Sóstói Múzeumfaluban díjazták. A pályázat témája az volt, a kicsik hogyan képzelik el és töltik a karácsonyi ünnepeket szeretteik körében. A díjátadón a kuratórium elnöke Kozma Péter köszöntötte a résztvevőket. Ma immáron második alkalommal karácsonyi jótékonysági estet délutánt rendezünk, ma egy rajzpályázatot bírálunk el, volt egy pályázati felhívás a gyerekek számára, és akkor ők kapnak majd díjakat, reméljük a szakértő zsúri által, és természetesen mindenki, aki itt megtiszteli a jelenlétével szülő gyerek, az kap valami ajándékot. Ez számunkra nagyon fontos, példamutató kezdeményezés a gyerekek részéről, hogy nekünk felnőtteknek megmutatják az ő valóságukat. A díjak átadása után karácsonyi díszeket készíthettek a gyerekek, valamint arcfestéssel is készültek a legkisebbek számára. Győzött idei utolsó meccsén a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese az amatőr nemzeti bajnokság 12. fordulójában lejátszott mérkőzésen 95-68-ra verte a Diósgyőr második csapatát. Az NKS 9 győzelemmel és egy vereséggel a tabella második helyén zárja az évet. Az év utolsó meccse egyben a bajnokság második körének első meccse volt a nyíregyházi kosársuli számára. Az ND1-es DVTK második csapata ellen minden negyedet megnyert Farkasinszky Gyuláni együttese, amely végül 27 pontos sikert aratva búcsúzott 2015-től. A felnőtt csapat a keleti csoport második helyén várja a folytatást, de nem csak a nagyok, hanem a korosztályos együttesek is sikeres évet búcsúztatnak. Szerint egy igencsak jó esztendő zártunk, tehát azért voltak csapataink, akik országos döntőig jutottak. Az NB1-es csapatunk végül is a nagy hajrában megszerezte az előző évben az ötödik helyet, ami úgy gondolom, hogy ebben a mezőnyben az egy nagyon jó eredmény volt. A kisebbek azért csak sikerült annak megfelelően szerepelnünk, hogy elvártuk tőlük. Hát a serdülő csapatunk kim volt az országos döntőn, a kadett csapatunk regionális döntőt játszott, a gyerekcsapatunk és a kenguru csapatunk sajnos a rengeteg sok más városból érkező csapat miatt egy győzelmem múlt, hogy nem jutottak ki. Én úgy gondolom, nem is minden esetben az a legfontosabb, hogy a országos döntőre jutottak a gyerekek vagy sem, hanem az, hogy mennyire végeztek hasznos és értelmes munkát, mennyi gyerek kezdte el újra a kosárlabdát, és hány gyerek az, aki megmaradt ebben a sportágban. A korosztályos válogatott irányító Papp Klaudia szerint a csapategység is szerepet játszott abban, hogy mindössze egy vereséget szenvedtek az őszi szezonban. Szerintem csapatszinten nagyon jól összetartottunk ebben az évben, egy nagyon jó társaság alakult ki, mind játékterén, mind pályán kívül, úgyhogy reméljük a következő fél év is hasonló sikerrel fog telni. Az ünnepek alatt szünetelnek az edzések, a felnőtt csapat január 2-án kezdi el a munkát, míg a korosztályos együttesek két nappal később jelentkeznek a Szent Imre gimnázium csarnokában. Az NKS 2016-ban először január 17-én Szegeden lép majd pályára.
A címvédő újfehértói Király Gold csapatának győzelmével zárult a 4. Szabolcs Takarék Karácsony Kupa kispályás focitorna. A nyíregyházi Móra csarnokában 4 megye 15 településéről érkeztek csapatok, amelyekben több első és másodosztályú futballista is pályára lépett. 3 napon keresztül pattogott a labda a nyíregyházi Móra iskola csarnokában a 4. alkalommal megrendezett Szabolcs Takarék Karácsony Kupa kispályás futballtornán. A tavalyinál 2-vel több, 36 csapat küzdött a győztesnek járó sellegért. A megyebeli együttesek a régió legjobb kispályás csapataival mérhették összetudásukat. Más megyékből, más bajnokságokból is érkeznek sokszoros bajnok csapatok, akik erre készülnek, hogy itt megmérettessék magukat. Viszont vannak alkalmi csapatok is itt, például nyíregyházi lakótelepi csapatok, vagy munkahelyi kollektívák. Ez megtisztelő számunkra, hogy ilyen szép mezőn jött össze. A tornán a névadó is képviselte magát egy csapattal. Nagyon elégedett vagyok, nagyon lelkes csapatok vannak. A Szabolcs Takarék Szövetkezet amatőr csapata is elindult. Már egy döntetlent elértünk. A tornát a címvédő újfehértói Király Gold nyerte az Olszár Csenger és a Red Wolf Nyíregyháza előtt. A gólkirályi címet a Red Wolfos Kovács Róbert szerezte meg, a legjobb kapusnak a csengeri Csernyi Rihárdot, a legjobb játékosnak pedig a Király Goldban szereplő Kapacina Valert választották meg a szakemberek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Közgyűlési határozat született arról, hogy az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével kapcsolatos ügyekben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke járhat el. Zseszták Oszkár elnök elmondta, az ügynökség jogutód nélküli megszűnésével és végelszámolásával kapcsolatosan az elsődleges cél, hogy a tulajdonosok terhére többlet kötelezettség ne keletkezzen. Javában tart az ünnepi készülődés, aminek a karácsonyi vásárlás is része. Érdemes tudni, hogy hibátlan terméket nem köteles visszavenni a kereskedő, viszont a hibás árucikkeket 3 napig ki lehet cserélni. Az internetes vásárlásnál pedig 14 napig elállhat a vevő. Több mint 30 millió forintot különített el idén Újfehértó városa szociális támogatásokra. A rászoruló gyermekes családok az iskola kezdés előtt és novemberben is segítséget kaptak az önkormányzattól. A 65 év felettieknek pedig lakhatási támogatást biztosítanak a karácsony előtti időszakban. A Kölcsei Televízió íradóját látták. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk, híreinket addig is természetesen megtekinthetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is borongós, szürke időre számíthatunk. A változást hozó markáns frontok továbbra is elkerülik térségünket. Éjjel párás, ködös marad a levegő, szitálás előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, folytatódik a párás, ködös idő, szitálás ismét lehet. Délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, gyenge melegfronti hatás van térségünkben. Nagyobb részt borult, párás, de az évszakhoz képest enyhe idő várható a továbbiakban is. Számottevő csapadék nem lesz, legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő. Éjszaka is csupán kevés helyen lehet gyenge fagy.